Hat nappal később sárkány megjelent a bankházban. Közölte, hogy torontállal akar beszélni, és annyira erősködött, hogy az végül kénytelen volt fogadni. A bankár az irodájában volt, amelynek sárkány gondosan becsukta ajtaját, mihelyt bevezették. – Már megint itt van! – kiáltott fel Torontál, mihelyt megpillantotta. – Mi a csodát csinál itt? Küldtem magának egy olyan összeget, amely elég ahhoz, hogy itt hagyja Triestet. Sárkány végtelen hideg vérrel fogadta ezt a kirohanást, hiszen el volt rá készülve. Nem csak tökéletesen ura maradt önmagának, de rendkívül komoly is volt. Közelebb húzott egy széket, bár helyel senki sem kínálta, aztán megvárta, hogy a bankár kiadja dühét, és csak akkor válaszolt. Torontás Simon, felelte sárkány. Javasolnék önnek egy üzletet. Én magával nem tárgyalok üzletről, semmiféle üzletet nem kötök, kiabálta a bankár. Semmi közünk többé egymáshoz, és felszólítom, hogy hagyja el még ma, tüstént, és soha többé ne tegye be ide a lábát. Ismétlem, nagyon komoly üzletet ajánlok. Ha nem felel meg, amit javaslok, nem beszélünk róla többet, és elmegyek. Hallgasson végig, és ítéljen maga egy összeesküvés nyomára bukkantam. Hogy mi a célja, még nem tudom, de a lombardiai síkságon történt játszmavesztés, és a kőnigréci vereség óta mindenki, aki nem osztrák, nagy esélyekre számíthat Ausztriával szemben. Nos, van némi okom, hogy arra gondoljak, valami mozgalom indul nyilván Magyarország érdekében, és ebből hasznot húzhatnánk mi is és elmesélte a bankárnak, mi történt Trieste Ódon temetőében, Hogyan kaparintott meg egy postagalambot, hogyan került kezébe a titkos írással írt üzenet, és hogyan ismerte meg a levélke címzetjének házát. Hozzátette, hogy öt napja lesik Cirónéval, mi folyik a ház körül. Néhányan találkoznak ott esténként, mindig ugyanazok, és csak nagy elővigyázatossággal lépnek be. Több galamb szállt már el onnan, és több galamb érkezett. Egyesek északnak tartottak, mások meg arról jöttek. A házat egy szolga őrzi, aki nem szívesen nyit ajtót, és gondosan ügyel az érkezőkre. Amikor befejezte a történetet, még egyszer megerősítette, hogy minden bizonyal államellenes összeesküvésről van szó, amelynek titkai az ő malmukra hajthatnák a vizet. A bankár mindössze néhány kérdést tett fel. Hol van ez a ház? Az Akvedotto sugárút 89 alatt. És ki? É? Egy magyar főúr tulajdona. Hogy hívják? Szatmár László gróf. És kik látogatják? Főként két személy, mindkettő magyar származású. Az egyik ebben a városban tanár, Bátori István a neve. És a másik, Sándor Mátyás gróf.